Sziasztok! Ez alkalommal a military press, vagy a katonai nyomást, vagy ha úgy ismerjétek, a mellkastól nyomást fej fölé hoztam el Ruddal, hogy ezt hogyan és miként tudjátok kivitelezni, hogy ebből később ne legyen baj, és hogy minél magasabb szinten tudjátok ezt végezni. Most amit általában mondani szoktam, hogy ez erősítő vagy kiegészítő gyakorlat, abban a szuper helyzetben vagyunk, hogy ezt lehet erősítő gyakorlathoz is elvégezni, és nagyon frankú, kiegészítő gyakorlatnak is. Ez attól függ, hogy mi a célunk, éppen mit akarunk vele elérni. És az, hogy ezt hogyan tudjuk úgy kivitelezni, hogy ez nekünk előnyünkre és ne a hátrányunkra legyen, több ponton is lényeges, hogy jól álljunk be a súly alá, hogy mire gondolok. Nagyon sokan, amikor megfogják a súlyt, a következőt látod, hogy ilyen C formába, hátdőlve, mellkastolva, előre a levegőbe nyomogatják a rudat, és ezzel az a baj, hogy a hátukat, a térdüket, a vállukat, mindenüket szanaszéjjel fogják verni. Tehát ez egy sokkal, nem azt mondom, hogy bonyolultabb, egy kicsit több odafigyelést igényel ahhoz, hogy te ezt jól tud kivitelezni. Az első legfontosabb, hogy olyan szélességbe fogjátok meg, ami durván egy ilyen ökölnyi, másfél ökölnyi távolság, hogy mindenkinek kicsit más lesz a fogástávolsága, amikor a csuklót a könyökötökkel alá tudjátok támasztani. Ha ilyen kis háromszögben nyomkodtok, vagy szélesebben fogjátok meg, viszonylag ez a ritkább, akkor nem kell meglepődni azon, hogyha fáj a csuklótok, fáj a vállatok, fáj a könyökötök, mert ez bizony ezt fogja okozni. A másik pedig a csuklótoknak a pozíciója, amikor fogjátok a rudat, nem lehet olyat csinálni, hogy a rúd hátra csavarja nektek. Tehát egyszerűen a súly itt lesz bent a tenyereteknek a felső részén, húzza le hátra, ami meg alátámasztaná, az meg csak nyomja fölfelé. Tehát ez egy olyan plusz terhelést raktok a csuklótokba, amitől fájni fog, és nem tudtok megfelelő súllyal, megfelelő ellenállással dolgozni. Tehát, hogyha megvan a csukló, és megvan maga az, hogy melyik pozícióba kell dolgozni, itt is sokszor probléma van abban, hogy milyen mélyre engedjük le a rudat. Most ugye ez is függ attól, hogy a vállad mennyire egészséges, mennyire tudsz te mobilan fej fölé nyúlni, akár súly nélkül is, mert ha nagyon leengedjük a mellkasit, ha ráteszik a mellkasra, akkor igen, a mellkasnak tehát a mellizmok azok dolgozni fognak. De ha te ténylegesen csak és kizárólag a válladra szeretnél dolgozni, ez az a vonal, amikor még szépen a két alkarod párhuzamos egymással, és nagyjából ez az áll-orr magasság, ugye mindenki kicikit más lesz, azután már nem kell leengedned. Persze, hogyha olimpiai emelő vagy, akkor nem kérdés, hogy le kell engedni, de ez egy teljesen más kérdés. Tehát az, hogy meddig engeded le, az függ, hogy mit akarsz elérni, mit akarsz dolgozni, ha csak a vállat, akkor nem kell az orrod szád alá engedni. Ha szeretnél kicsit a mellizmod is dolgozzon, akkor nyugodtan leteheted a mellkasodra, a válladra, és abból lehet tolni. A következő pont ehhez, hogy szakszerűen tud csinálni, kell a mellkasodnak a mobilitása. Tehát, hogyha azt látod a tükörbe, hogy púpos a tarkód, előre vannak csapva a vállaid, görnyedt a hátad, nem ez lesz a te gyakorlatod. Először járj el mobilizálni, nyújtani, ezt felejtsd el, mert nagyon hamar tönkre fogod vágni a vállizületedet, valószínűleg még a derekad is fájni fog, úgyhogy ezt engedjük el. A következő, amire oda kell figyelned, amiközben nyomsz a hasadat, hátadat és még a farizmodat is, bizony, a sejhajt, meg kell feszíteni. Tehát amikor te elkezdesz nyomni, innen szépen az orrod szád elől, nem lehet olyat csinálni, hogy elkezdesz erőlködni, megy előre a feneked, görbül be a hátad, és szépen, mintha egy ilyen kis présgépbe lennél, össze fog nyomni a súly. Ezt felejtsd el. Tehát az akkor jó, hogyha egy picikét be van rogyasztva a lábad, fenekeret, hasat megfeszíted, és tartod magad előtt a rudat. Tehát, hogy lássátok, hogy ez hogy néz ki, remélem a mikrofonra nem fogom rátenni, igyekszem a gépet csak szétverni, és innen szépen, hogy feszíted, egy vonalba, csak én is tudom, hogy nem verem be, tehát szépen egy vonalból a fej fölé föl kell tudnod nyomni, és az lesz a lényeg, hogy maga a súlya, tehát a súlya középpontja, és a te középpontod, miközben kinyomod a rudat, az egy vonalba kerüljön. És remélem, hogy most az előző szögből látható volt ez a nyomás, ez egy kicsit ilyen sré nyomás, tehát nem előre tolom a súlyt, hanem innen magam elől, behúzott állal, tolom fölfelé, ide a fejem fölé, nem a tarkó mögé, mert akkor elbillenek, elbulok, nincs alátámasztva és borulás lesz. Tehát sréjjel tolod hátra a fejed fölé, és onnan engeded vissza magad elől.
Tehát érdemes a fenekedet, hasat megfeszíteni, megörbüljön be a hátad, mert fájni fog a derekad, és szépen a mellkas pedig büszkén tartani. Ez ahhoz kell, hogy a vállak mobilak legyenek, mert hogyha te előre görnyedten próbálsz fej fölé nyomni, biztos vagy benne, hogy a vállat érezni fogod, de fájni is fog. Tehát erre figyeljetek oda. Úgyhogy röviden ennyi lett volna a mellkastornyomás, hogy hogyan állj hozzá. Az, hogy milyen különböző technikák vannak, azokat nyugodtan lehet vegyíteni. Egy valamit még megkérnék, most ez így hirtelen eszembe is jutott technikázásból. Amikor fej mögül nyomtok, tehát tarkóról fej fölé, azt szeretném, hogyha nem erőltetnétek. Az csak, hogyha tényleg valami neked célzott sportág miatti felkészülésed van, ha te csak bejössz a terembe és szeretnél izmosabb lenni, válasabb lenni, ne csináld. Mert ha nincs hozzá megfelelő tudásod, nincs mögötted egy szakember, aki segít. Nincs az, aki egyszer elmagyarázza neked érthetően, hogy hogyan kell használni a válladat, hogyan kell egyszerűen értelmesen nyomni, tönkre fogod vágni a válladat, és utána meg azt fogod mondani, hogy ez egy nagyon rossz gyakorlat, mert tönkre tesz az ember vállát. Ez egy jó gyakorlat, csak jól kell csinálni. Úgyhogy erre azért hadd kérlek meg titeket, hogy ne essetek csak neki, nem tudjátok, hogy mit csináltok. Úgyhogy visszatérve, ha bármi kérdésetek maradt, nyugodtan tegyétek föl, írjátok oda akár hozzászólásban, akár nekem e-mailben. Remélem tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és akkor legközelebb folytatjuk valami hasonló, más érdekességgel. Sziasztok!